Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. Azt látjuk, hogy a bérből és fizetésből élő Orbán Viktor baráti körét egészen más problémák foglalkoztatják, mint a valóban bérből, fizetésből élő magyar embereket. Azt látjuk, hogy nekik az a problémájuk, hogy hogyan cseréljék az egyik méregdrága jachtot egy még drágábbra. Hogy éppen melyik luxus repülőgéppel utazzanak nyaralni. Azt is látjuk, hogy nagy problémát jelent nekik, hogy hogyan öntsék tele az országot még több betonnal. Azt is látjuk, hogy nagy gondot okoz nekik, hogy hogyan adjanak még több pénzt a vadászati kiállításnak csúfolt semmilyen sóra. De azokat az embereket nem ez érdekli, akik a mindennapi túlélésért küzdenek. Az árak elszabadultak, az infláció az egekben, az élelmiszer árak egyre jobban drágulnak, egyre jobban megnehezítik az emberek életét. És az egyre dráguló üzemanyag ára, az még csak ezután fog még jobban begyűrűzni majd. Van egy mondás. Többe kerül a hús, mint a leves. Most már ott tartunk, hogy többe kerül a zöldség, mint a leves. Mikor fog a kormány ennek gátat szabni? És most azokról beszélünk, akiknek egyébként van munkája. És érdekli-e Orbán Viktort és baráti körét, azok az emberek érdeklik-e, akiknek nincs munkájuk, akik a járványhelyzet alatt elvesztették a munkájukat, akik érdekében az MSZP nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor felemelte a hangját, akiknek nem kalácsot kértünk, kenyeret, esélyt. Azt kértük, hogy emeljék 9 hónapra az álláskeresési járadékot, és ennek a minimum összege legyen 100 000 forint. Természetesen a dicsőséges nagyurakat ez sem érdekelte. El voltak foglalva az urizálással, a vadászkastélyaikkal, a jaktjaikkal. Nem csak bestelenek, de szívtelenek is. Pedig tudhatnák, hogy Európában az egyik legkevesebb álláskeresési idő az Magyarországon van, és itt van a legkevesebb álláskeresési járadék is. Ez bizony semmire nem elég. És az meg külön szégyen, hogy egyébként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében szereplő munkanélkül maradt, bajba jutott embereknek a fele semmilyen állami segítséget nem kap. Az MSZP ezért is többször felemelte a hangját. Mint ahogy felemeltük azért is, hogy a járványhelyzetet a kormány ne furkós botként használja. Egyik oldalról nem segít, a másik oldalról pedig leveri azokat, akik például jogos bérharcot szeretnének folytatni. Azt akarják, hogy emelkedjenek a béreik, ne alamizsnát kapjanak, hanem tisztességes béreket, megbecsülést. Orbán Viktor ehhez képest mit mondott? Nincs ingyen pénz. Nem segélyalapú társadalmat akar építeni. Mi sem. Mi olyan társadalmat akarunk építeni, ahol megbecsülik a dolgozó embereket. Anyagilag is, és erkölcsileg is. Ez szerepel az MSZP kormányváltás, korszakváltás című előválasztási programjában is. Keressék a programunkat, olvassák, terjesszék, és támogassák az előválasztáson a jelöltjeinket. Látható, hogy a változásra, a váltásra csak mi vagyunk a garancia. A dolgozók csak ránk számíthatnak, a kormányváltásra számíthatnak arra, hogy lesz olyan munkatörvénykönyve, amely védi a munkavállalót, és lesz olyan kormány, amely nem szolgáltatja ki a dolgozókat a multinacionális cégeknek, és nem az oligarchák zsebét fogja tovább tömni, és nem fog letörni azok kenyeréből, akik már egyébként is éhesek. Figyeljék a Facebook oldalunkat, figyeljék jelöltjeink kampányát, támogassanak minket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.